Szervusztok! 2024. június 20-a van, szép kerekszám, de ami ennél fontosabb, csütörtök van, és ez több mint három éve azt jelenti, hogy csütörtök este én itt vagyok. Remélem, hogy ti is sokan itt lesztek, ma este is, majd előbb-utóbb megjelenek a képernyőn is. Ennyit elrontottam, de hát ez benne van, a lékodni miatt tüsszögök. Na, jó indul ez az este. De Ma is a szokások megfelelően szeretnék nektek egy Bródi Jánostól egy, egy dart bejátszani, és hát remélem, hogy ennek az okát is meg fogjátok érteni. Úgyhogy induljon a dal, az alatt mindenki készülődjön, és utána jönnek, szeretném, a ma este is a kérdéseitek határoznak meg az estének a tartalmát. Én gondolkodó, egy szabad szemben polgár, aki sosem lesz alatt való. Lesz ez, még így sem mondta, én nem hajtok fejed. Védkezett közt a címbus, és néma nem lehetett. Lesz ez, még így sem mondta, de nem menekülhetett. Aki a hazáját nagyon szeretem, de kit a hazája nem szeretett. Sunok, hogy ez a világ a lehető világok legjobbik, És háruló ki a szebb jövőt, másként képzel el. És ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mehet Lesz ez még így se, ideje aki a bálvány körül táncol, azon én nem segíthetek. Eszesz még így se mondta, És keserén nevetett, Aki a hazáját nagyon szerette, De kit a hazára nem szereti. Engedjétek meg, hogy még egyszer köszönjek mindenkinek, aki ma estét, vagy ezt a másfél órát most arra szánta, hogy találkozzunk és kérdezni, kérdezzetek. Én már látom az első kérdéseket, és mégis engedjétek meg, mert hozzá nagyon közel áll az elmúlt napoknak a történése. Amikor a mai Jánostól a mai éneket kerestem, Hát akkor abban nagyon sok címszót ütöttem be, a vers, az ének, a videó történetek a történelemben. Tehát rengeteg minden van ma a világháló. És bizony olyan szavakat is föltettem, hogy nem értem, nem tudom kereső szavakat. Nem értem, nem tudom. Olyat is föltettem, hogy árulás, elárultak. Szomorú vagyok. E, és végül is Brody Jánostól ezt a dalt e, e, találtam, hogy akit a hazája nem szeretett, és ez most így nem teljesen igaz, hiszen én nagyon sok szeretetet kapok tőletek, mégis az elmúlt hét, és erre majd az első kérdésekre fölérténi fogjátok, hogy az elmúlt hét alatt azért valóban e, lelkileg nagyon nehéz volt a történéseket elviselnem. Nagyon nehéz volt, és úgy éreztem, nagyon sokszor, vagy érzem bizonytalanul, hogy ez így annyira nincs rendben. Hogy a politikát azt le lehet cserélni. A kormányokat, azokat le lehet váltani. Ha hiszitek, ha nem, ma is határozottan állítom, hogy még a jó keretei között is ezt a maffia szervezetet el lehetne zavarni, egyszerűen azért, mert Európa közepén vagyunk. Ha valahol ott az orosz birodalom környékén lennénk távol az ázsiai részében, akkor egy kicsit nehezebb lenne ezt állítanom, hogyha ott egy hasonló Orbán Viktorhoz hasonló maffia vagy bűnszervezeti vezető irányítaná az országot, akkor az ott nehezebb. Itt azonban azért korlátozva vannak a maffia vezérnek az eszközei. Nem egy-egy személyen lehetetlenítésére, de egy országéra, igen. Itt nem engedheti meg magának, nem áll rendelkezésére az a lehetőség, mondjuk Orbán Viktornak, hogyha 3-400 ezer ember kivonulna az utcára, és addig maradna ott, ameddig az, az Orbáni rendszer le nem mond. Illetve ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan, hanem hogyha mondjuk valóban politikai vezetők, demokráciában elkötelezett, becsületes személyek vezetésével, lett. Ilyen volt például február 16-án az influenzereknek a hősökteri tüntetése, akkor nem hazaküldenek mindenkit, hanem azt mond, és meg hogy beszéljenek majd a szörnyekkel, mert hogy a nem tudom, a média határai itt vannak, mondta Gulyás Marci, hát a médiának határai nem ott vannak, amit ők tettek, de fantasztikus dolgot tettek, csak sajnos nem vitték végig. Ha akkor azt mondják, hogy minden pinteken találkozzunk itt egyre többen, addig, amíg ez a utcán, akik a szörnyek vannak, amíg ezek lennem takarodnak a hatalomról, ma nem volna az Orbáni rendszer. Nem volna Orbán Viktor. Ja, az és nem volna az ő maffia kormánya, mert az egy akkora tömeg volt, és ha szeretné, Orbán Viktor, hanem ha ki ha elkészítette magának a biztonsági szervezetét, a tekket, hanem az vele fordulna szembe, itt Európa közepén. Tehát itt le lehet váltani. Na de a társadalmat nem lehet. Tehát azt kell érteni, és ezen vívottam az elmúlt héten, hogy hát itt már a felelősség nem feltétlenül egy bűnszervezetnél van. Az rendben van. Azzal van mit kezdeni. Hanem, hogy a társadalomnak a lépése, a felfogása a tennivaló a többségének. Tehát a társadalom többségének. Ha az meghajolt a diktatúra előtt, akár azért, mert a diktatúra sikeresen megtévesztette, akkor nagyon nagy baj és az, hogy a minden ellenzéki politika erőbe egy diktatúrában különösen törekszik a diktátor arra, hogy beékelődjön a mondjuk az ellenzéki politikai pártokban, mozgalmakba ott legyenek az ő beépített emberei, ez is egyértelmű. De a kérdés, hogy ott milyen pozíciót kapnak. Annak van igazán nagy kérdés. Úgyhogy hát ez egy elég szomorú hét volt, annak a tapasztalaték kapcsán, és erre a kérdésekben természetesen kifogok térni, és egy kicsit ezért azt mondom, hogy az én lelki állapotomat, az elmúlt hét lelki állapotát tükrözi ez a dal, még akkor is, hogyha ez a második világháború előtti idő, időszakról szólt egyértelműen. Hát kérjünk át a kérdéseitekre, és rögtön már a legelején megjelent Megjelent uh, uh, Zsinó Patának a kérdése, hogy ha jól értelmezem, hogy James Stoltenberg üzenete az volt Orbánéknak, hogy a nyugat nem hagyja Magyarországot és ezzel a magyar embereket, hogy az orosz birodalomhoz csatlakozzanak. Hát uh, nem tudom, nem biztos, hogy jól értette. <laughs> nem biztos, hogy jól értette. Orbán Viktornak üzentek, nem Magyarországnak. Sajnos, ha a magyar társadalomnak úgy, bár úgy lett volna, hogy Zsinó a kérdésében föltette. Ha még egyszer végignézitek, vagy valaki még nem nézte, akkor megnézi a tegnapi bejelentkezésemet, akkor ott az utolsó fél perc, vagy három négy perc, ha jól emlékszem, az szól erről. Hogy az Orbán kormány a nyugati, fejlett nyugati államoktól, a NATO-tól, és az Európai Unió vezető politikai hatalomtól az Orbán kormány kapott egy figyelmeztetést, hogy a viselkedése a továbbiakban elfog, nem csak, hogy el eddig is elfogadhatatlan volt, hanem hogy annak most már nagyon komoly szankciói lesznek. De az utolsó 45 percben elmondtam, hogy az a figyelmeztetés, ami azt mondta, hogy ha nem változtatsz azon a magatartáson drasztikusan, és elmondtuk, hogy hogyan. Ha nem változtatsz azon a magatartáson, amit teszel, akkor a magyar emberek előtt meg fogunk buktatni, mert rendelkezünk azzal az információkkal, rendelkezünk avval a tudással, amely itt Magyarországon a magyar emberek előtt Orbán Viktort és Maffia szervezetét meg, 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 megfosztaná a hatalomtól, mert a magyar társadalom olyan lépéseket tenne, ami elzavarja az orbáni rendszert. Ha ezt konkrétummal szeretnétek érteni, akkor például ebbe a körbe tartozik, hogyha jelzik, hogy amennyiben az Orbán kormány marad, akkor Magyarországnak, mit tudom én, felfüggesztik az Európai Unióban, és a NATO-ban is a tagságát, és ha még fél év múlva is marad, akkor kizárják mind a két szervezetből. Ez esetben valószínűsíthető, hogy az a bizonyos társadalmainek a többsége még mindig nem ébredt föl még mindig nem lép, nem áll föl arról a földről, samliról, székről, hokedliről, padról, teljesen mindegy, hogy elsöpörje ezt a bűnbandát az országéről. Akkor talán megérti, hogy akkor ugrott. Akkor nem, Ak akkor ki, ki, ki fognak minket zárni az Európai Unióból és a NATO-ból, és egyértelművé válik, hogy nincs más út Magyarország előtt, mint az orosz birodalom. E én Orbán Viktor, és erről szólt az én bejelentkezésem, ha valaki nem hallgatta, majd hallgassa, tehát minél, minél tovább, pillanat türelmet, azt hiszem, hogy itt volt egy, nem, ez nem az a kép, mindegy. Tehát erről szólt a bejelentkezésem, hogy én értem, és Orbán Viktor erre ugye azt a e, e, választ e, tette, sajnálom, hogy a képen nem látszik jól, azért azon próbálok Valamit változtatni, hogy minden eh, felszólításra azt mondta, azt, azt válaszolta abban a negyedórás találkozásban eh, eh, a NATO főtitkárának, hogy megértettem, 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 nem fogok vétózni, jóvá hagyom az ukrajnai elképzeléseket, jóvá hagyom az esedékes a NATO új főtitkárának kinevezése, hogy az a legköszönő holland elnök Mark Rutte legyen, aki egyébként azt mondta, hogy Orbán rendszerét az Unión belül és a NATO-n belül tédre kell kényszeríteni, és emiatt Magyarország főtitkár eddig találkozó előtt folyamatosan Szijjártó is Orbán is azt mondta, hogy teljesen kizárt, ők meg fogják vétózni a NATO főtitkári kinevezését, hát most közölték vele, hogy nem vétózhatod meg, mert akkor föltárjuk azt a képzeletbeli dossziét, és meglépjük azokat a lépéseket, itt mondom például Magyarország tagságának a felfüggesztését, vagy esetleg az azonnali kizárását is, ami alapján fellázad veled szemben a magyar nép. Tehát, ha akarod, ha a hatalmadat akarod még egy darabig őrizni Magyarországon, akkor elmondta a fejlett országok, hogy mik azok a fontos feltételek, amit neked meg kellett érteni és figyelmeztetésként elküldték azt a 80 milliárd forintnyi büntetést az Európai Unió bíróság által, amihez napi 400 millió forinttal növekszik, tehát a, a rendszeren belül. Elmondták, hogy bizony ott van az a svájci-ukrajna békekonferencia, oda bizony el kell menni, és ott a konferencia a zárókmányát bizony alá kell írni. Hát aki az elmúlt éveit nézte az Orbáni rendszer, Hát józan észre nem lehet azon az állásponton, hogy egyébként csak magunk összántából, nem tudom én, Orbán Viktor és Szijjártó Péter Aludt egyet, és mind a kettő azt mondta, úgy ébredt fő reggel, hogy hát nem, nekem ott kell lenni ezen a békekonferencián, és a záró okmányon mindent, amit Oroszországgal szemben el kell mondani, benne van a záróokmányba, hogy Oroszországnak az utolsó négyzetcentiméterről is, a Krímfélszigetről is, mindenhonnan ki kell vonulnia, Et, ukrajna integritását, tehát terület integritását semmilyen módon nem lehet korlátozni, és ebben mindenben számíthat a fejlett országos, a világ a többségének a támogatására a megtámadott Ukrajna, és hogy Putyin elnök agresszor, ehhez a háborúra semmi joga nem volt, és ez mind-mind-mind, amiről a korábban azt nyilatkozta Orbán, azt nyilatkozta Szijjártó Péter, hogy oda nem fogunk elmenni, tehát hogy nincs, mert nincs értelme hiszen nincs ott Oroszország. Stb. Nem csak, hogy el kellett menni, hanem alá kellett írni ezt a nyilatkozatot, hogy ezzel Magyarország egyetért. Ez a hirtelen váltás, három nappal azután, hogy itt volt a NATO főtitkára, aki kérte a találkozott Orbán Viktortól négy szem közti beszélgetést, hát csak erre lehet visszavezetni. Semmilyen más normális szituáció nem volt. Hogy Orbán Viktornak be kellett jelenteni a közös sajtótájékoztatón, hogy nem lesz vétó a továbbiakban. És hogy nem, nem fog ebbe beleszólni. Hirtelen már valószínűleg már azzal is csak gondja van, de ugye ott nem kell visszakozni, ahol csak többségi szavazás van, hogy ki legyen majd egyébként a ki legyen majd az Európai Unió bizottságának új elnöke, tehát, hogy mindenre, mindenben meg kellett hátrálnia, és egyetlen hét alatt meg kellett hátrálnia Orbán Viktor. Ja, Először erről szólt ez a találkozó, de az utolsó 45 másodperc, amit elmondtam, az volt a lényege, hogy én nem tartom helyesnek. Azt a ilyen úgymond a nemzetközi diplomáciában ez a kompromisszum keresésnek, hogy azért adunk egy a regnáló hatalomnak, mondjuk a magyar kormánynak, adunk egy ilyen arcmentő lehetőséget, hogy ott egy sajtótájékoztatón elmondhatja, hogy viszont sikerült elérnem, hogy nekünk mi nem veszünk részt az ukrajnai NATO akciókban és felépéseben, miközben az a, uh, az a NATO alapszabályából következik, hogy csak akkor kell benne részt vennünk, ha részt akarunk venni benne. De a NATO főtitkára nem javította ki a magyar miniszterelnököt, így aztán Orbán itton el tudta mondani, hogy valami fantasztikus eredményt ért el, pedig nem ért el semmit. De megmentették az arcát. És a magyar társadalom és Zsinónak itt szeretnék azt mondani, hogy az én rossz érzésem az, hogy Magyarországot akarta volna a NATO és az Európai Unió a magyar embereket meg, megvédeni, hogy nehogy az orosz birodalmost csatlakozunk, akkor az a döntés született volna, hogy minden, ami abban a dossziéban van, azt egy nyílt sajtótájékoztatón, nagy nyilvánosság előtt, akár a NATO főtitkára, nem csak Orbán Viktornak mondja el, hanem mindannyiunknak és abban a pillanatban a magyar társadalom föl tud ébredni. Rá tud jönni a többség, hogy ott az utolsó pillanat lépni kell, és elzavarna ezt a bűnszervezetet. Ezt, hogy adok egy arcmentést egy hatalomnak, hogy utána azt hazudozzon itthon, amit akar, tehát, hogy neki minden rendben volt úgy emény, eddig is egyébként, Mark Rutte valahol leköszönő holland miniszterelnökkel, tehát ők minden, eddig is úgy gondolta, hogy támogatni fogja a, kinevezését, pedig volt ebben a pillanatban még vétójoga van, vétójoga lenne, tehát az egészében, hogy bármiről nem mert hogy mi nálunk, ez rendben van, mi nagyfiúk vagyunk, én nem várom el, mondta Orbán Viktor, hogy tőlem bocsánatot kérjenek. Előtte persze a svédeknek, a miniszterelnöknek azt üzente, hogy ha NATO akar csatlakozni, akkor gyere el és kérjünk, kérjél a magyar társadalomtól bocsánatot, és sok minden, sok minden más. Úgyhogy én azt a dossziét már rég kinyitottam volna többször és több előadásban elmondtam nektek az részében, hogy az a titkos szolgálat, ami Németországban van, főleg az angol, az amerikai titkos szolgálat, az Orbáni bűnszervezet minden fekete akciójáról, fekete pénzéről, stb. mindenről nagyon korrekt információval rendelkezik, csak nem osztja meg a magyar emberekkel. Pedig én, és ti mindannyian az Európai Unió állampolgárai vagyunk. A transzperens viselkedése az Unió tagállamainak és szervezeteinek az lenne, hogy ezt megosztja velünk. Mert joguk, nem csak joguk, hanem kötelességük is lenne mennünket megvédeni. Én ezzel a magatartással nem tudok egyetérteni, és hát Orbán hatalmi rendszere az itt van, továbbra is itt van. Hát a következő kérdés az legalább ilyen nehéz, és ugye az elmúlt hétre vonatkozik, amire már volt egy e, kis e, bevezetés is. Prisz Gyuri mondja, hogy a történtek után is bízom -e a parlamenti ellenzékbe. Nek, e, Gyurinak egyre inkább úgy tűnik sajnos, hogy ők is a Orbán rendszer részévé váltak, tisztelet a kivételnek. Hát, készültem. Itt van egy kép, szeretném nektek ezt bemutatni. Kikapcsolom most egy pillanatra az alatta lévő szöveget, hogy mindent jól lássatok, és majd egy másodpercre én is elmegyek a, elmegyek a képből, mert csak így tudtam az oldalt összeállítani, hogy ott van baloldalt alul az MSP küldöttje a Nemzeti Választási Bizottságból, is and, dr. Litreis Andás is, és meg azt hiszem, hogy az én képpen a jobbi konzervatívoknak a Nemzeti Választási Bizottságban lévő kinevezetje, vagy küldöttje nem mindegy, hogy minek nevezem, delegátja, dr. Ormándi Enninát is, hogy lássátok egy darabig meg a szöveget. Úgyhogy most szándékosan kapcsoltam ki azt, hogy eszembe jut el a visszakapcsolás, az majd a, egy má, mindenképpen egy másik kérdés lesz, de készültem. Ezen a héten az én számomra tényleg szörnyű dolgok történtek az ellenzék oldaláról. És a június 9-i választás előtt nagyon sokszor mondtatok olyan dolgokat, és hívták fel a figyelmem, hogy ezt is áp egyik párt rosszul teszi, azt is rosszul teszi, a harmadik dolgot is. És mondtam, hogy most nem az a feladat, hogy az ellenzéket kritizáljuk. De a választás után majd beszélgethetünk róla. De amikor erre gondoltam, de amikor erre gondoltam, hogy majd a választás után beszéltünk róla, a Rímámokban sem gondoltam arra, hogy erről kell majd beszélnünk, amit most itt a témába fölvetettem. És hát egy bejelentkezésemben már mondtam, azt hiszem, hogy most megjelen, megerősítem, hogy én kifejezetten várom az RTL Klub, az ATV és vagy a Partizán felkérését, hogy ezeknek a delegált, Magas szintű jogi képzettséggel lévő személyeknek, akit az ellenzéki pártok delegáltak, há alul látok három ördögöt, őket, őket nem az ellenzéki pártok delegálták, de az a többieket az a hatot. A jobbik, a párbeszéd, a Momentum, az LMP, a DK és az msp nek a delegátjait. Azt kell tudni, hogy minden listállító párt delegálhatott a Nemzetkö Nemzeti Választási Bizottságban egy tagot itt a választás kapcsán, de csak a hat parlamenti ellenzéki pártnak van joga, szavazati joga. Tehát, hogy szavazási lehetősége, a többiek csak tanácskozási joggal, tehát a mindenki Magyarország néppárt. Esetében, most akkor visszarakom magam egy picit a képernyőre, tehát mindenki Magyarország néppárt esetében, vagy a megoldás mozgalom, vagy a második reformkor mozgalom esetében csak tanácskozási joggal voltak ott a listát, listát állító pártok de ők hatan legalábbis, vagy a mi hazánk mozgalommal heten, akik magukat ellenzéki politikai pártnak tartják, ők heten szabazhattak, És megbízó rendelkeztek. És Ormándi Edina a Jobbiktól kapott megbízó levelet, hogy a nev, Jobbik nevében dönthet majd a Nemzeti Választási Bizottságnál. A párbeszéd nevében dr. Fazekas Tamás. Nem láttok képet, ott csak egy piktogram van, mert megpróbáltam mindegyik, mindenkiről nyilvánvalóan beazonosítható képet kapni, mert a nevekből Magyarországon, még ügyvédből is nagyon sokszor van átfedés, és nagyon fontosnak tartottam, hogy a valós személyeket jelenítsen meg. Dr. Gönzi Gergely a Momentumtól kapott felhatalmazást a képviseletre. Dr. Csonka Krisztián az LMP-től kapott. Dr. Avarkeszi Dezső a Demokratikus Koalíciótól kapott. A képen ugye én nálam takar, takarásomban van, Dr. Literary Csandrás az MSP-től kapott képviseleti megbízást. És ezek az emberek az elmúlt héten úgy szavaztak a Nemzeti Választási Bizottságnál két témában is, egyébként következett az egyik a másikból, úgy szavaztak, hogy minden rendben volt. Rendben, rendben volt ezen a választáson. Ebből adódóan a választás végeredményére ott voltak, és igennel szavaztak. Szeretném elmondani, hogy miután 16 szavazatról van szó, és ebből 7 ellenzéki pártnak volt, úgymond ellenzéki pártnak a mi hazánk mozgalmat is oda sorolnám, én egyébként nem szoktam, de a 7 ellenzéki párt az azt jelenti, hogy 16-ból a, 16 a 7-en nem, edz, nem el szavaznak, akkor is 9 hétre ugyanaz az eredmény történik a Nemzeti Választási Bizottságnál, mint ami történt. És erre az ember fölkészült. Igen, diktatúra van, bűnszervezet vezeti az országot, és ebben a bűnszervezet által vezetett országban megváltoztatták a törvényeket, és Orbán Viktor és az őt lakája, a 131 néhány bátor ember a parlamentben megszavazta, hogy ők jelölnek állandó tagokat a Nemzeti Választási Bizottságba, plusz ők ott vannak ketten a KDNP és a Fidesz, ők már együtt kilencen vannak, azaz mindig többségben lesznek a szavazáson. Ez ilyen egyszerű. Korábban egyébként az érintett pártok is, mint hogyha mondjuk most a a nem parlamenti ellenzéki pártok is delegálhattak szavazati joggal, de amikor Orbán Viktor egy nemzeti választási bizottság egyszerre, mert óvodásokkal kampányolt, megbüntette, akkor rögtön jött a 131 néhány bátor ember, és a parlamentbe meg azt mondták, hogy jó, ez így nem megy, nem szavaz, ezentúl csak, csak na, tanácskozási joggal lehetnek ott azok az ellenzéki eh, pártok, akik érdekeltek éppen a választási, eh, választási folyamatban, csak a parlamenti ellenzék. Arról pedig tudom, hogy hatan, illetve heten vannak, ergo ha 16-ból levonok hetet, akkor én többségbe vagyok, és el fogok fogadni bármit, amit el akarok fogadni. Ez így egyébként rendben lenne mindaddig, amíg magyar társadalom tűri, hogy ez a bűnszervezet vezesse az országot de arra, a rémálomban sem gondoltam, hogy arra kap felhatalmazást a demokratikus koalíciótól, mondjuk dr. Avareszki Dezső, arra kap felhatalmazást, hogy támogassa a választás végeredményét. Miközben Doblet Klára helyesen, és a demokratikus koalíció árnyék kormányának szinte minden tagja a nyilatkozataiban, a választás megelőző hónapokban, szinte minden felszólalásban elmondta, hogy undorító az a kampány, amit folytatnak, hogy jogellenes. Hogy jogellenes volt, hogy megváltoztatták az utolsó percben mondjuk a fővárosi választási szabályokat. Hogy mindent a saját formátumra alakítottak, hogy úgy alakították ki a választási lehetőségeket, vagy úgy korlátozták a külföldön élő magyaroknak a választási lehetőségeit, stb. az egészében, hogy az akadályozza, nehezítse, nehezítse mondjuk a e, nyugat-európai országba, e, nyugat-európába, a e, munka miatt, vagy más módon e, majdnem, egy kivándorolt több százezer embert, aki Orbán Viktorral el, el, ellenszavazna, de hát nehezítem a szavazást. Tehát mindenhol elmondta, hogy minden aljasság, és hát mindegyikük elmondta az elmúlt hónapokban, hogy az a... 30-szoros, 50-szeres pénz, ami az egész Európai Unióban a legtöbb pénzt fordította a, közös, a közösségi médiafelületeken az uszításra, a félelemkeltésre. Ugye az embereket meghazudt, és azt mondja, ha az ellenzékre szavaztok, akkor háborúra szavaztok, és több százezer további áldozatra halálba külditek embereket, közte magyarokat, mondjuk kárpátaljai magyarokat is. Ezek a szavazást abszolút befolyásoló jogellenes lépéseket Doblet Klára is minden beszédében elmondta. Ki fogom egyébként ezeket a beszédeket keresni mindegyik oldalról. És akkor az általa delegált a választási bizottságba, általa delegált képviselő, ugye, doktor Avarkeszi eső, gond nélkül azt mondta, hogy minden rendben volt a választás. Az így megszerzett Fidesz 11 mandátum rendben van. Nem ellene szavazott. Mellette szavazott. E, mellette szavazott az LMP dr. Csonka Krisztián. Hát az LMP már nagyon közel áll Orbán Viktorhoz, Ungár Péterrel, az talán nem lett volna akkor a meglepetés. De hát ők azt állítják, hogy nem ők ellenzéki párt. De hogy ott van Dr. Gönci Gergely, a Momentum képviselője. És a Momentum képviselő is azt mondta, hogy minden rendben volt ebben a választási kampányban. Nem baj, ha a gyermekeink háborús plakátokat láttak. Nem baj, ha, úgy is hívják, ha a közösségi médiában, ha a bo eh, Bobó és Babócát vagy a Mancsőjáratot akarták nézni, akkor ezt hallgatták a gyerekeink, majd azt kérdezték tőlünk, és kérdezték mondjuk, mondjuk a Momentum vezető, vezetőinek is, hogy, hogy a gyerek megkérdezte otthon, hogy tényleg háború mellett vagyunk, és tényleg háború lesz, és mi lesz velünk, és meg fogunk halni, Ugye? És ez ez a, erre a kampányra dr. Gönci Gergely azt mondta, rendben van, az így szerzett eredmény 11 mandátum, azt én úgy gondolom, hogy az rendben van. Ugyanezt tette a párbeszéd nevében dr. Fazekas Tamás, a jobbik nevében dr. Ormándi Edina, és az MSZP nevében Litrelics András is. Úgyhogy én most hosszan voltam a kérdésre válaszolva, de azért azt mindenképpen el kell mondanom, hogy azt döntöttem el az elmúlt egy hétben, hogy én ezt nem hagyom. Én nem hagyom, ameddig erre az érintett személyek nem adnak magyarázatot. De én nem csak Ormándi Edinától, Fazekas Tamástól, Gönci Gergelytől, Csóka Krisztiántól, Avárkeszi Dezsőtől és Litra is Andrástól várom el azt a választ, hogy tényleg úgy gondolják, hogy ez egy jogszerű kampány volt. Mert ha nem volt az, akkor az a kötelességük, hogy ellene szavazzanak az eredménynek. Hogy tényleg úgy gondolják. De nem csak őtőlük várom a választ. Várom a választ az érintett pártok egyes számú vezetőitől is, mindegyiktől. Azt a választ, hogy ők adtak-e erre felhatalmazást. Én őszintén bízom hogy benne, hogy sem Dobrelt Klára, sem a többiek, sem a Jobbikba, Gyöngyösi Márton, és a többiek, hogy nem adtak -e erre felhatalmazást. Ez -e. de akkor várom tőlük, hogy határolódjanak el, és a továbbiakban hívják vissza a Vámzatki Választási Bizottságból ezeket az embereket. Mert ezek az emberek vagy a demokratikus jogban vannak valami rettenetesen hátul, tehát valami rettenetes tévedésben, de én nem vagyok ennyire jó iszemű. Én úgy gondolom, hogy ezek az embereknek megvan az az életútja, és megvan az a tudása, hogy ők most a Fidesz-KDNP-t, Orbán Viktor bűnszervezetét támogatták a Nemzeti Választási Bizottsága. Akkor is, amikor elfogadták ezt az eredményt, akkor is egyébként, amikor ellene szavaztak annak, hogy a mindenki Magyarország néppárt által a Fidesz listát megtámadó beadványról úgy szavaztak, szintén igennel, hogy azt elutasították. De ha azt nézem, hogy ez az elutasítás feltétele volt annak, hogy megszavazhassák a Fidesz-KDMP 11 mandátumos listáját, akkor teljesen érthető, hogy ellene szavaztak az egyetlen olyan ellenzéki listát állító pártnak, aki hajlandó volt, aki akarta, és aki folytatásban most a kúriánál is volt, és majd megy az Európai Unió bizottságához is, hogy a magyar választási rendszerben gazemberek alakítják a szabályokat, megtévesztik, megfélemlítik a választásokat. Azt, hogy látjátok ott az ördögöre, az, hogy Salah mi a Miazánk mozgalom nevében. Vagy hát ami teljesen természetes, hogy a Fidesz mindenben kiszolgáló doktor Sárhegyi Zoltán. És Lovas András nem talált a világon semmilyen kifogást az ellen, hogy a gyerekeinket háborús plakátokat néznek, háborúval való megfélemlítést hallgatnak a közösségi médiában, az országosban, a köztelevízióban és mindenhol, a TV2-ben, a Hír TV ben Mindenhol a kesmának a 431 néhány felületén, csak esetleg, és a plakátokon, ahova csak mentek iskolába, óvodába, mindenhol abba félelmitették, hogy hát ha úgy tudják, hogy a szüleik, azok valamelyik ellenzéki pártra szavaznak, akkor miért szavaznak a halálra? Miért, szava, eh, miért szavaznak a háborúra? De hogy ez a három gazember, hát az én szemembe gazember, ez természetesen az én véleményem, de az teljesen szabad, és a szakmai felfogásom alapján teljesen nyilvánvaló, hogy a bűnszervezetet kiszolgáló, szatellitpártként vagy közvetlen a kiszolgáló személyeket annak tartom. De a többieket azt nem értem. Azt nem tudom, hogy ezt hogyan tehetik meg. És itt az elmúlt hét nekem nagyon nehéz volt, de nem fogom hagyni. Tehát ameddig van megszólalási lehetőségem, addig számon fogom kérni az elhatárolódást az ellenzéki politikai pártoktól, és ugye ez a kérdésem Frizz nak, hogy még, mind, még ezután is bírom, bízom az ellenzéki parlamenti ellenzékben. Én igen, még egyelőre bízom, egyelőre ott van a barátságom és a bizalmam. De ez ebben a pillanatban már azt jelenti, hogy ha úgy tetszik barátként, felszólítom őket, hogy határolódjanak el ezektől a jogászoktól, hívják őket vissza, és mondják ki, hogy ez megengedhetetlen volt. Ez ugyanis minden szempontból lényeges. Nincs mese, a mindenki Magyarország mozgalmával különleges kúriai ítélet után, ami már annyira rossz, hogy az már jó egy, egy eljárásban, bizony megyünk az Európai Unió Bizottságához és az Európai Unió Bíróságához. De hát mit fogunk mondani Ursula von der el Leyennek? Aki azt mondja, hogy ő is tudja, hogy Magyarországon ez a választási rendszer, ez nem felel meg a vála szabad választásnak de azt fogja mondani, azt fogja dörgölni az én órom alá, a mindenki Magyarország mozgalmában Márkizai Péter óra alá, hogy de hát a magyar ellenzéki pártok is megszavazták, hogy rendben volt a választás. Hát legalább ők ne szavazták volna meg, hogy az Európai Unió Bíróságának, meg bizottságának legyen kimelli állni. De hát ha az úgymond parlamenti ellenzéki pártok, képviselői az ő nevükben ezt a választást a szabad választásnak megfelelőnek tartották, a kampányal semmi problémájuk nem volt, hiszen ha jogsértőnek tartják, nem szavazhatják meg a fidesz KDMP kampány alapján szerzett mandátumokat. Hát úgyhogy meglátom, hogy mi lesz. Nem tudom mit mondani, meglátom, hogy mi lesz, a válaszom az, hogy még bízom benne, mert még egy pici időt, valamennyi időt adni kell arra, hogy magyarázatot adjanak az illető jogi képviselők a Nemzeti Választási Bizottságban a szavazatukról, mondjanak valamit, valamilyen módon magyarázzák meg. Ha ők erre felhatalmazást, sőt felkérést, megbízást kaptak az ellenzéki pártokról, akkor ők mondjanak valamit, és ha nem kaptak rá, vagy az ellenzéki pártok úgy, úgy érzik, hogy a kampányban mondott beszédeikben nem hazudoztak alkalomról alkalomra folyamatosan, hogy így nincs rendben, ez egy szabad választást eltorzító, a pénzeszközökkel, minden eszközökkel visszaélő, a nemze a közmédiával visszaélő személyekről van szó. Ha ezzel nem értenek egyet, akkor határolódjanak el, hívják vissza vagy mondják el, hogy az csak egy kampánybeszéd volt, sosem gondolták komolyan. Hát ezt én ebben a pillanatban így látom, és ezt szeretném benne elmondani. Kis türelmet, hogy mert egy most egy kicsit bonyolultabb a rendszer, menjünk tovább a kérdésekben, de ezt meghatározó fontos két kérdésnek tartottam, ennek megfelelően készültem is rá, hogy ezt így elmondjam. Tóth István Zoltán szép estét kívánok miért veszi át már megint az önkormányzatok pénzirányítását a kormány és a nyugdíjat miért kell megadóztatni köszönöm hát itt két dolog is van amit István kérdez egyelőre ebben a pillanatban a nyugdíj nincs megadóztatva tehát a, 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 a nyugdíj nincs adóztatva, nem a megállapított nyugdíjat, az teljes összegében megkapják a nyugdíjasok, de hát mindenben gondolkozik a magyar kormány, tehát a részében, és a nyugdíjaknál nem az adóztatás lenne a legnagyobb probléma, hanem, a, hanem az, hogy az olyan nyugdíj számítási rendszert vezetett be 2011 után Orbán Viktor, hogy ma legalább három havi Nyugdíjtól hoztja meg azokat a nyugdíjasokat, akik már egyébként akkor is nyugdíjasok voltak azoknak megváltoztatva a nyugdíjszabályát, nem visszadta a 13. havi nyugdíjat, hanem elvett helyette, azt, azt látszólag visszaadta, de elvett három havi nyugdíjat a számítási módszerben azzal, hogy hát a nyugdíjasok 98%-a úgysem érti ezt a folyamatot, hanem hát valahogy kiszámították az ő elmúlt négy évtizednyi munkájuk alatt hogy milyen nyugdíj jár nekük, és hát azt infláció követően tartja a kormány, a valóságban megfosztotta őket, mint egy háromhavi nyugdíjból. Ez a nyugdíjjal az igazi probléma. Az önkormányzatok pénzirányítását, ezt megint nem nagyon értem, azt nem vett el az önkormányzatoktól, a pénzt vett el. Ugye? Hát ezt persze föl lehet úgy is fogni, hogyha elveszem az önkormányzatoknak a forrását, és csak annyit hagyok ott nálam, amennyi egyébként a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához sem elég, hanem csak el tudnak adósodni, függőségi viszony, mert tudnak kerülni a kormányhoz, és ha ők ellenzékiek, akkor adósodjanak el. A kormánypárti önkormányzatok akkor pedig a szükséges pénzt más pályázati csatornákon keresztül visszajut a kormány, kormánypártokhoz tartozó önkormányzatok számára. De az ellenzéki önkormányzatoknak a működését, abban, hogy döntessenek, hogy hogy fejlesztenek, hogy be tudják mutatni az állampolgároknak, hogy egyébként ők jól gazdálkodnak, komoly fejlesztéseket hagynak végre az kormáti feladaton, pénz nélkül ezt nem lehet megcsinálni, és a, pénzük, a pénzügyi forrásokat azt elvették, kötelezettségeket meg róttak rájuk. Úgyhogy ez a önkormányzati magatartása az orbáni bűnszervezetnek. Lucs Sándor kérdze, hogy mi a véleménye arról, hogy Melóni elutasította Orbán Viktor kérését, hogy a Fidesz csatlakozhasson a képviselő csoportjához. Hát ez nekem nem okozott meglepetést. Nagyon sokaknak, vagy a írforráson meglepetést okozott, de nekem még valami ennek kapcsán nem okozott meglepetést, hogy Orbán Viktor és szervezete szókimondói most írta, nem tudom, hogy melyik, melyik, beszélő tolla, vagy, vagy beszélő vezetője rögtön meg is szólalt, és a magyar közszolgálti televízióban, a TV2-ben, a Hír TV ben a Kesma 430 média felületén, mindenhol azt halljátok, hogy mi nem akarunk csatlakozni, meggondoltuk magunkat. Az utolsó hírekhez képest, amely arról szólt, hogy szeretnénk csatlakozni Meloni csoportjához, jobboldali pedig meddig szélső jobboldali eh, eh, csoportjához mi nem akarunk oda csatlakozni, mert ez a csoport fölvette eh, eh, a román szélsőjobboldali pártot, akinek viszont az a programja, hogy minden szempontból a, magyar, a magyarságot, a magyar állampolgárságot, hogy a magyarokat azt ki kell zavarni Romániából, tiszta románokkal kell Romániát föltölteni, minden jogát meg kell vonni a romániai magyarságnak, és hát ugye ez egyébként igaz, hogy ez egy ilyen párt, de akkor rögtön hirtelen ebből problémája lett Orbán Viktornak. mindahogy a néppártban is annak idején azt mondta, hogy Orbán Viktor, hogy ha arra-balra és ha egyébként soros befolyást érez az Európai Unió legnagyobb jobboldali csoportosulásának a néppártban, akkor onnan kilép és ezek a média felületek egyetlen szót sem beszéltek róla, hogy ezt a bejelentést, hogy kilép, azelőtt 10 perccel tette, hogy az Európai Unió néppárt, ha szavazásra bocsájtotta volna az Orbáni rendszer páros lábbal való kirúgását, és lehetett tudni, hogy meg is szavazta volna. Hát most ugyanez történt, hogy Orbán rendszer és az ő média csatornái mind azt mondják, hogy mi nem akartunk, már mi nem akarunk, az Orbán Fidesz KDNP magtépviselői nem akarnak belépni mellóni szélső jobboldali párcsaládjába, és rögtön mondunk, hogy mondtunk egy okot is, hogy miért nem akarunk belépni, miközben ez a megszólalás első alkalommal, hogy nem akarunk, azt követően került sor mondjuk egy fél órával, egy órával, hogy Meloni, olasz miniszterelnök azt, hogy közölte, hogy az ő pártcsaládja nem fogadja be. Ő korábban beszélt Orbán Viktorral arról, hogy ha bizonyos módon módosítanak a, módosít az ukrajnai álláspontján, legalább finomít rajta, akkor esetleg a képviselő csoportjába javasolni fogja a fidesz KDMP képviselőinek a felvételét. De Orbán Viktor egyébként, ha úgy tetszik, akkor Stoltenberg látogatása óta, azt hiszem 12-e óta, kicsit módosított az ukrán politikát, nem is olyan nagyon kicsit. Megszavazta a Svájci békefon konferencia záróokmányát, és kijelentette, hogy semmi kifogást nem fog emelni, nem ért vele egyet, kívül maradunk belőle, de semmilyen vétót vagy kifogást nem fog emelni az ellen, hogy a NATO átveszi Ukrajnában a háborús logisztikai vezetését és irányítását, amely egyébként, hát úgy is fogalmazhatnék, hogy az Orbán nagy barátjának, Vladimir Putyin elnöknek, vagy Oroszország számára tragikus, kézdöfés a szívükbe. A részében. De Orbán kientette, tehát Magyar Orbán változtatott Meloni kérésére, hát nem Meloni kérésére, hanem Stoltenberg által Átadott üzenetek hatására változtatott, de hát a képviselőcsoportja Melóninak közölte az olasz miniszterelnökasszonyjal, hogy többen fognak onnan kilépni, mint, ha, mint amennyi tagot Orbán Viktor Uda be tud léptetni, és gyakorlatilag az egész képviselőcsoportjának a döntő többségének az volt az álláspontja, hogy perszonongráta. Tehát, hogy nincs. Tehát semmilyen módon Semmilyen módon nem akarják Orbán Viktor befogadni. És ez most már mind a két jelentősebb szélsőséges politikai csoportra igaz, csak hogy értsük. Úgyhogy hát ebben a pillanatban annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy úgy, ahogy az Európai Néppártból való kilépését követően, akkor is úgy gondolta Orbán Viktor, hogy a hátralévő időszakban ő majd csatlakozni fog, meg fogja szervezni a szélső jobboldali pártoknak a szövetséget, és találko, egymásra találását, és majd oda ő be fog lépni. Egyrészt egyik se vette föl kettő, mind a, mind a két jelentős szélsőjobbodai csoport jelezte, hogy ők egyébként egymással nem fognak koalíciót alkotni, ezt nem is tudják megtenni, mert annyira eltérő véleményük van. Például Melloni csoportja egyértelműen az orosz agresszió ellen van, és Ukrajna mellett van, a másik szélsőjobboldali csoport meg teljesen egyértelműen oroszbarát. Ja, hiszen. Úgyhogy Orbán Viktorék most nagyon úgy néz ki, hogy megalakul az Európai Unió új parlamentje, és Orbán Viktorék megint mindenfajta kapcsolattól, főszólalási lehetőségtől, mindentől elzárva ott fognak levegni az Európai Unióba, mert nem fognak tartozni egyik frakcióhoz sem, és Orbán Viktort nem várják sehová, és nincsenek partnerek, akik vele összefognak, tehát ugye volt egy elképzelése e, arról, hogy lét, esetleg akkor létrehoznának, ez elsősorban a Mi Hazánk mozgalom e, e, fogalmazta meg, hogy egy olyan szélső jobboldali frakciót, egy újabb, vagy egy harmadikat létre fognak hozni, de nem tudják létrehozni az Európai Unió szabályai szerint, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom is ott fog a levegőbe lógni, és Orbán Viktor 11 képviselője is úgymond független képviselőként lesz jelen az új parlamentben. Én ebben a pillanatban természetesen változhatnak a helyzete, de ebben a pillanatban úgy látom, hogy, hogy ez gyakorlatilag egy eldölt kérdés. Aztán, hogy mi lesz fél év múlva, egy év múlva, azt nem tudom, de ebben a pillanatban nincs olyan út, nem látszik olyan Körvonalozódása Európai Unió parlamentjében, amely befogadná, vagy amely megoldást jelentene Orbán Viktorik részére, hogy maradnak egyedül, perszonongrátaként, el nem fogadott személyként, kívülállóként, egy az Európai Unióban mindenki által elutasított politika erőként Orbán Viktor idehozta Magyarországot, ami egyébként Rettenetes ennek az országnak. Verebé László kérdezi, hogy hogyan tovább a baloldal, már Magyar Péter által szétverve, a baloldal nem támadja meg a választást, Magyar Péter szerintem a NER alatt elkövetett bűnökér elítélendő bűnöző, hogyan tovább. Én értem, Merebé Lászlónak a, a, véleményét. Akár, ha úgy tetszik, akkor ugye így is fogalmazta meg, hogy ő szerinte. A Magyar Péter személyisége, vagy a politikai mozgalmának mik a jellemzői, és hát, hogy szétverték a baloldal. Egyik oldalon azt hiszem, hogy azért a magyar társadalomban van egy nagyon erős baloldali kötődés. Valóban rendkívüli módon meggyekítette Magyar Péter mozgalma az elmúlt hónapokat a magyar baloldalt, de én azt nem gondolom, hogy az nem fog tudni megerősödni, illetve lehet, hogy nem fog tudni megerősödni, ha továbbra sem érti, hogy olyan nincsen, hogy a baloldal, az, hogy e az van a részevő személyek, stb. az egészében, hogy az önálló arcukat akarják feltétlenül egyedül mutatni, nem fognak össze. Ennek egy erős következménye is volt a Magyar Péter mozgalmá, a, a, az a hatása, hogy nagyon meggyengítette a magyar baloldalt. Én nem tudom, én három éve folyamatosan, tényleg vissza nem térően próbáltam elmondani, hogy ha nem fognak össze a magyar ellenzéki parlament és parlamenten kívüli politikai pártok az Orbán rendszerével szemben, akkor a magyar ellenzéki, az Orbáni rendszert már elviselhetetlennek tartó választói kör Külön-külön egyik sem látja, helyesen, mert egyik sem volt meg az a e, e, leváltó erő, amivel, amelyek valóban azt mutatták, hogy nem majd valamikor 20 év múlva, nem majd 2026-ban, hanem most meg tudja szabadítani az országot e, ettől a bűnszervezettől. És ha nem láttak benne, 14 éven keresztül nem tudta bemutatni, azt az összefogást, a magyar demokratikus ellenzék legyen mondom parlamenten belül, parlamenten kívüli politikai párt, mozgalom és civil szervezet. Mert nem fogott össze, sőt kifejezetten támadták egymást. Ebben az esetben nem mutattak leváltó erőt, reménytelenséget mutattak a magyar demokratikus választói körnek. És akkor jelent meg Magyar Péter és az ő által elindított mozgalom, akiről nem tudjuk, hogy képes-e leváltani az Orbáni rendszert egyedül, vagy másokkal összefogva, ezt nem tudjuk róla, de nem bizonyította még be, hogy nem képes rá. És a elmúlt három hónapban elért támogatottsági kör, az azt ez az egy olyan erőt mutatott, hogy nem reménytelen. Ezért én László eljében azt mondanám, hogy nem kell szeretni Magyar Pétert. Lehet, és nem is feltétlenül alaptalanul. Nem is feltétlenül alaptalanul azon a véleményen lenni, hogy igen, aki a NER alatt vezető beosztásban volt bankvezető a Diákhitel központ vezérigazgatója, aki saját bevallása szerint is aláírt olyan százmilliós szerződéseket, amiről tudta, hogy annak a Diákhitel központnak arra nincsen szükség, azt is tudta saját bevallása szerint, hogy háromszoros, hatszoros túlárazottsága van. Ezek bizony bűnök. Ezek bizony bűnök és ezzel valószínűleg zsarolható is jelenleg Orbán Viktor rendszere alapján. De egyelőre nem zsarolják. Viszont benne ott van, tehát nem kell őt szeretni. Lehet róla, tehát nem, nem teljesen alaptalanul eh, megfogalmazni a László által elmondottakat. De szeretni és reménykedni és támogatni lehet azt a másfél a választásokon több mint 1,3 millió embert, aki azt gondolja, hogy igen, ő összetudja fogni a magyar demokratikus választópolgároknak egy olyan tömegét, ami együttesen majd esetleg alkalmas lesz az Orbáni rendszer leváltására. És én most azt gondolom, hogy ezt a 1,3 millió, vagy ha ez növekszik, akkor lassan majd másfél millió, esetleg még több embernek a vágyát szeretném támogatni. Mindaddig, ameddig ez nem bukik meg. És abban nem azért dolgozni, hogy úgy se fog sikerülni, hanem azon gondolkodni, hogy hát, ha sikerülni fog. Aztán, ahogy Magyar Péter már nagyon sok mindenben tanulékony volt. Megváltoztatta az álláspontját. É, és ugye az az álláspont, hogy ő semmilyen módon nem fog össze, a semmilyen volt, ha új általa azt hiszem ó ellenzékinek é, nevezett pá pártokkal, hanem majd egyedül fogja ezt megoldani, hát lehet, hogy ezen is változtatni fog. Nyilván változtatni fog kelleni akkor, ha egyébként a meggyengített baloldal, vagy liberális párt, mondjuk a Momentum, támogatói köre egy kicsit összeszedi magát, és esetleg még el is kezd növekedni, és elfogy az az ellenzéki politikai erő, amely együtt fölülmúlja majd a Fidesz propagandát. Amikor majd úgy látszik, hogy ez nem megy, egyedül nem tudja megoldani. Meg hát én hallgattam Magyar Péternek a záróbeszédét, ahol azt mondta, hogy a fidesz KDMP bűnszervezettől, ettől a részvénytársaságtól most kell megszabadítani az országot. Aztán a beszédének egy másik részében pedig azt mondta, hogy majd egyedül fog, meg 2026-ra, vagy akár már korábbra is, össze fogja hozni azt a politika erőt egyedül, amely egyedül lesz erősebb az Orbáni rendszernél, támogatói körénél, már pedig Orbánnak ma egy olyan választási rendszere van, amelyikhez nem kell még az 50%-os támogatottság sem. Az a lényeg, hogy ő legyen a legerősebb, mert a győztes mindent visz. Úgyhogy lehet, hogy bekerül ebbe a részbe, de lehet, hogy a most megérti majd, és a választások előtt fontosnak tartotta, hogy az általa ó ellenzéknek nevezetekkel ne fogjon össze, de esetleg, ha a társadalmi elvárása mögötte lévő 1,3 millió választópolgár tudja rá azt a nyomást gyakorolni, hogy például fogadja el a demokratikus koalíció, amelynek azért így is nagyon nagy a támogatottsága a, a demokratikus és azt a megszólalását Doblet is elhangzott, Júrcsány is elhangzott, hogy az Orbáni rendszertől való megszabadulás az egyes számú feladat, és ők eszélből erről hajlandóak akár összefogni Magyar Péterrel is. Talán majd elfogadja. Aztán engedjétek meg, hogy itt mondjak el egy pozitív dolgot. Magyar Péter és környezetének most volt egy, egy olyan döntése, hogy az a legnagyobb Fityis, az a legnagyobb e, gyomros Orbán Viktor és a keresztény, de, a Fidesz és a KDMP-vel szemben, hogyha őket felveszik a néppártba, a legnagyobb Európai Uniós frakcióba, a legnagyobb befolyású Európai Uniós frakcióba. Itt járt a frakció vezetője, meg is állapodtak, sőt, a héten meg is szavazták az ő felvételüket, tehát fölvették föl őket a népráti frakcióba. Igen, ám, de most oda fölvették. Magyar Péter nem nagyon engedheti meg magának, hogy továbbiakban is azokat a Rogáni paneleket, amelyeket, hát én nem tudom másképpen mondani, például Ukrajna kérdésében, amelyet megetettek vele amely nem az ő területe volt, és amelyet, amikor hallgatta az elmúlt 14 évben, még a NER tagjaként, akkor úgy érezte, hogy ebben van ráció. Például jár nekünk a pénz az Európai Unióból. Hát nekünk nem jár, mert ez a itt támogatás. És hogy ezek, ezek van a kérdésekben. De hát most ott lesz a legerősebb, legnagyobb és meghatározó szerepet betöltő néppárban és ott bizonyanak a néppártnak a közel 200 tagjában sokat számít Magyar Péter e, e, és a Tisza pártnak a hét személye, de az összes többinek ezekben az általamos például felvetett kérdésekben más az álláspontja. És bizony a Magyar Péter ott ez folyamatosan nem tarthatja fönt ezt az álláspontját. A magyar társadalomnak az egyik nagyon fontos része a külpolitika. A belpolitika nekünk rettenetesen fontos, de a magyar társadalom számára a nyugati külpolitika irányvonala, hogy ne legyünk ott magunkra hagyott, egyedül lévőek, mindenkivel szembe menőek, ezt Magyar Péter számára, tehát a számára, a számára ott a néppártban, ezt bizony Folyamatosan el fogják tőle várni. És ezen a területen a tiszapártnak egyértelműen abba az irányba kell beállni, ami a nyugati, e, 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 nyugati társadalom, vagy az Európai Unió többség, többségének az álláspontja. Úgyhogy egy területen már egészen biztosan korlátozva lesz a tiszapárt és az irányvonala a néppárt irányvonalát fog kelleni követnie, az pedig általam támogatott irányvonal. Tehát ha a Tiszapárt és Magyar Péter külpolitikai megközelítését tekintjük, tehát külpolitikáját tekintjük, akkor ott bizony beállt egy olyan sorba, amit én menőleg támogatok. A belpolitikai részében pedig ott van mögötte 1,3 millió támogató, amelyik száma még talán növekedett is azóta. És ezek a támogatók pedig arra fogják nyomást gyakorolni, hogy, hogy az Orbáni rendszer egyéb eddig nem el, a Magyar Péter és a Tiszapárt által nem elhatárolódott döntéseitől is el fog kelleni határolódnia. Így például nem fog tudni fölmerülni az a lehetőség, hogy mondjuk bármilyen kérdésben koalíciós partnerként, ha úgy tetszik együttműködő partnerként a Fideszt válaszza. Mert ott van az a mögötte lévő 1,3 millió ember, aki ezt nem engedi meg neki. Mert az ő esetükben a döntő többsége számára Magyar Péter a Fidesz rendszer leváltásának remény sugara. Ergo, ha ő ezzel szemben lépne az észébe, akkor ott másodpercek alatt omlanna össze ez a támogatói kör, és omlanna össze akkor a Tisza pártnak ez a rendkívül erős befolyásoltsága. Úgyhogy ebben a területen azért azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, lehetne sokkal gyorsabban, lehetne sokkal egyértelműbben, de én azt gondolom, hogy azért ebben a pillanatban bizakodjunk, ezt javaslom Lászlónak is. Somogyi Imre kérdezi, hogy mi a félelmény a Fidesz Európai Unió képviselő csoportját egyik frakció sem fogadta be, de ők úgy mesélik, hogy ők nem akarnak csatlakozni a szélsőjobbos frakcióhoz. Ugye nyilván a kérdés 18 óra 7 perckor hangzott el, akkor még erről nem fejtettem ki az álláspontomat, de már megtettem, úgyhogy Imrének már válaszoltam. Googler György kérdezi, hogy miért nem tárja fel az Orbán gazemberségét az EU és a NATO, nem tudok rá válaszolni tehát ugye erre is kitértem már a mai veszédben, hogy én nem értek vele egyet. Ez ugyanis a nemzetközi politikában, a nemzetközi politikában ez a helyes egyébként, ez a kompromisszumkeresés, ne menjünk a végletekig, ne buktassunk meg valakit a végletekig, tehát hogy amíg nem muszáj, addig inkább tárgyaljunk, keressünk megoldást a kérdésekre. De nekem van egy álláspontom, ez egy nagyon fontos álláspont, mármint hogy én azt gondolom nagyon fontos, hogy ezeknek van határa. Tehát, hogy ez nem minden áron igaz. Egy viszonylag demokratikus közösségben is, hát léptek már a németek is olyat mondjuk az unión belül, ami nem volt normális, a német kormány is. Lépett már ilyet a francia is, ja, az egészben. Hol az olaszok is, ugye ja, az egészben. De nem az volt öktön, akkor végleg és zárjuk ki és elhatárolódtunk, hanem kerestek egy megoldást, és szép lassan a dolgok a helyére álltak, vagy helyére kerültek, és az Unió döntő többségében, meg ha az útirány, erre halad, az rendben van. És az hogy is, meg az, a, az a kívánatos. A ki, kilengései vannak, ez azért a hatékonyságát egy diktatúra ellentétben, hogy a sok vita azt tudja rombolni is, meg egy, egy, egy kicsit túl bürokratikus is, egy diktatúrának sokkal könnyebb nem bürokratikusnak lenni, mert az egy, a vezér, a tetején, a bűnszervezet vezetője a Dón mondott valamit az az irányvonal, nem kell megvitatni. Azt csak meg kell szavazni a parlamentben, vagy a vármelyik hatóságnak, egyszerűen azt végre kell hajtani. Ugye? Az egy sokkal hatékonyabban halad előre, csak a világ mégis azt mutatja, hogy a diktatúráknak a, a fejlettségi szintje, a satő, az folyamatosan elmarad. Nem csak az emberek lesznek ott szegények, hanem maga az egész ország is mondjuk Észak-Kórea, ennek a legerősebb példája. Hát évente több millióan meghalnak, éhen halnak észak -Kóreában. Mert hogy azt gondolja a diktátor, az atya, a mindenhol ott van a képe, hogy még sokáig így lesz a Korobán Viktor képe is ott lesz, néhány iskolában már kitették, mi ja, aztán le kellett, leszették, mert ma még van Magyarországon ellenállás ezzel kapcsolatban, de ez ebbe az, irány, ebbe az irányba halad. De mondom, a demokratikus folyamatokban ez a kompromisszumkeresés, ez rendben van. A diktátorral szemben, a bűnszervezettel szemben, ott nincs rendben. Ezért nem értem, és ezért mondtam azt és most erősítettem meg talán egy másik megközelítésben, hogy ott nincs rendben. Ott nem úgy van a szakszervezeteknek lojálisnak kell lenni a mindenkori kormányhoz a demokráciában. A diktatúrában, hogy a szakszervezeteink döntő többségének az alapszabályában ami mindig az van, hogy politikai kérdésekben nem avatkoznak meg, politikai tüntetésen nem vesznek részt. Egy diktatúrában, ha nem vesznek részt politikai tüntetésen, a diktátor marad. Tehát a diktatúrában ez, az alapsz ez a pont, ez az alapszájékban lévő pont, ez hibás az Európai Unióban és a nato is hibás. Nem. A diktátort le kell buktatni. A bűnözőről be kell mutatni, hogy bűnöző. Ha tudom róla, hogy hol fosztja ki a magyar társadalmat, hogy hogy most a tisztára a pénzt a nemzetközi porondon, és pont melyik országban. Ha tudom, hogy, hogy honnan vannak száz és száz, de inkább éves szinten, mint egy ezer milliárdos de pénzzel gazdagodik az Orbáni bűnszervezet, ezen belül döntő többségében Orbán Viktor, jelentős összegében mondjuk Széjártó Péter, az energia területén lévő korrupciójában. Hát nem véletlenül nem csatlakozunk az unió energia beszerzéséhez, hanem olyan államoktól, stb. szerezzük be, ahol a korrupciós haszon leúzható. És nem a magyar társadalom fogja hogy alacsonyabb áron megkapni az energiát, hanem mi fogjuk legdrágábban vásárolni közvetítőkön keresztül, de a Transparency az átláthatóság ezekben az országokban, Azerbajdzsánban, stb. nincs meg. És ezért ott le lehet lopni és miután ezek óriási kiadás az a magyar társadalomnak, a Magyarországnak mondjuk az energiaellátás, a kőolaj, gáz és elektromos energia minden területén, hát ezt azon a térségben kell a világpiacon ez üzleteket megkötni, ahol a bűnszervezet bűnszervezettel állapodik meg, kidolgozza annak az útját, és nem adja ki a lebuktató információt. De attól még az Egyesült Államok, mondom, Anglia, Olaszország, Izrael, Németország, többi titkosszolgált is, de ezek olyan magas szintű titkosszolgálatok, akik erre pontos rálátással vírnak. És nekünk mégsem mondják el. Nem értem. Nem tudok rá válaszolni. Azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan hibás, és a több, mint hiba. Hát cserben hagyják a magyar állampolgárokat nem buktatják le a fejük lelet lévő bűnözőket. Tehát ez szerintem megmagyarázhatatlan hiba, és ezt valamilyen politikai szokásból, tradíciókból, általános államok közötti viselkedésmódból valahogy próbálják igazolni, de hát könyörgöm a minden további nélkül északkórját, ezek ugyanezen fejlett országok. Teljes mértékben blokkolták, mert egy diktátor, egy gazember, és évente több millió ember haláláért felelős vezető teszi. Az, az egész évben ugyanezt Orbán Viktorról be lehetne bizonyítani, nem több millióról, hát mondjuk a Covid járvány esetében egy, 30-35 ezer ember haláláért az én meggyőződésem szerint abszolút közvetlen felelősség terheli őt és a bűnszervezetét. Hát ez van. Várna Idiko mondja, hogy valóban meg akarják adóztatni a nyugdíjakat, ez a díszes kormány tuti elvesze nyugdíjas támogatókat, akik még hisznek nekik. De nem tudok más mondani, Ildiko, nincs akkor a amit én ne tudnék elképzelni az Orbáni rendszerről. És az is igaz, hogy ha az unióból származó pénzeket nem tudja ellopni, akkor a magyar társadalmat fogja kifosztani, mint minden rendes diktátor ezt teszi. És a magyar társadalomban az életszínvonal. Az egyébként az Unióban az utolsó helyre került, a héten megjelentek az adatok, ugye az utolsó helyre kerültünk az európai. Bulgária már jelentősen, mindegy 5%-kal magasabb életszínvonalon él a bul egy átlagos e, bulgár állampolgár, ugye e, Bulgáriában, tehát az ut e, utolsó helyen vagyunk, de a világban még mindig a középmezőnyben. És alattunk még van, vagy száz ország az életszínvonalunk alatt és azokban az országokból közül nagyon sokban diktatúra van, és kifosztják a társadalmat. Tehát van még mit elvenni. És ebben lehet a nyugdíjak elvétele is, meg lehet más is. Tehát más megoldás is. Úgyhogy van Orbán Viktornak, Orbán Viktornak, van még mozgástere. De hát a nyugdíjak sokat már eddig is megfosztotta, még egyszer mondom, az adóztatás, a megadóztatná, ahol az e e e személy jövedelemadó jelenteni mondjuk a 15 ot adóztatását, ahhoz képest a két-három havi számítási módszerben elvett és minden gond nélkül végigvitt rablása, hogy kiroblotta a nyugdíjasokat, és a nyugdíjasok sokkal nagyobb arányban szavaztak Orbán Viktorra, mint a társadalom egész egyéb lényei. El, gond nélkül egyszerűen elraboltak 3000 milliárd nyugdíj megtakarítást. Hát ehhez képest az adó, ha bevezetnék a nyugdíjak adóztatását, ez volna a, mind a kettőnél egy lényegesen kisebb lépés. De hát beszéljünk erről akkor, ha bekövetkezik. Az Orbáni rendszert, ha hagyjuk, akkor a magyar társadalom további kifosztása és kifosztása az be fog következni. De azért, aki régóta is itt a, a, a ma estét nézők között ugye nagyon sokan sokan vagytok, akik évek óta követitek az én előadásaimat, én két éve mondom, hogy mi nem utolsó helyen vagyunk, utolsó előtti helyen vagyunk, amit a vezető magyar ellenzéki politikusok minden beszédjében, még most a választás előtt is oda volt, Doblet Kárájébe és a többiekében is, hogy már csak a Bulgária van mögöttünk. Na de értsük meg, hogy a két évvel ezelőtti számoknál lehetett látni, hogy Bulgáriában az vonal jön fölfelé, a bulgár GDP növekszik, a bulgár fogyasztás növekszik, a magyar meg csökkent. Ezért minden további nélkül nem tudom hány alkalommal, hány beszédben mondtam el, hogy már az utolsó helyen vagyunk 2023-ban. Nem tudom hány helyen mondtam el, meg 24 első felében is. De mondtam, majd ha kijönnek a friss adatok, akkor fogjátok látni. Hát a héten kijöttek a friss adatok, és hát nagy meglepetésemre az jött ki, amit több mint egy éve mondok nektek hogy egyszer hát a matematika azért az egy tudomány. Tehát ha valaki fölfelé zárkozik, és már alig van mögöttünk két évvel ezelőtt, mi pedig az, és utána az éves adataikat figyelve lehetett tudni, hogy növekszenek, mi meg csökkenünk, akkor mögé fogunk kerülni. És hát mögötte vagyunk, durván, mondom, durván 5%-kal magasabb az a bulgár állampolgárok vásároló ereje, és azt mondom, hogy amit tudnak vásárolni, az az ő életszínvonaluk. Úgyhogy bár bulgária jelentő, a bulgárok jelentősen meghaladták Magyarországot, az, az összes többi már korábban elment mellettünk. Tímé a furó, kérdezi, hogy a pénzbüntetés, amit kiszabtak Magyarországra, az miből fogja kifizetni a kormány, hogyan fogják a költségvetés módosítani, megteheti-e, hogy a jöldernál segélyek, nyugdíjak, stb. hozzányúlnak. E, a magyar társadalom erről is volt mások be bejelentkezése. A magyar, hű látom, rengeteg kérdés, vagy kicsit belehúzok, a magyar e, 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 társadalom, ha tetszik nekünk, ha nem, osztja, minden magyar állampolgár osztja a többségi döntést. A magyar társadalma választásokon, és most is a legtöbb szavazatot az LP választáson és az önkormányzati választáson is a fidesz KDMP kapta. Ha a többség ezt megszavazza, akkor a kisebbség, benne értem Tímeát és magamat, osztjuk a nemzetközi porondon ennek a sorsát. Ezért teljesen egyértelmű, hogy közpénzből mi mindenki, az is, aki az Orbáni rendszert rettenetnek tartja, meg aki támogatja, mindenkinek a közös közpénzünkből, jövedelmünkből lesz kifizetve, máshonnan nem lehet. Ennek a pénzügyetésnek van egy figyelmeztetés jellege. Talán nem kellene a többségnek Orbára szavazni. Tehát nem a nyugat-európára, aki a büntetés teljesen okszerűen és a mi érdekünkben szabja ki. Nem őrá kellene haragudni, hanem azokra, akik az Orbáni rendszert hatalomba tartják. Azokra a képviselőkre, akit mindig bemutatok nektek minden egyes e, csütörtöki beszélgetésünknek a végén. Azokra. És akik az Orbáni rendszert támogatják és rájuk szavazzak. Ő miattuk közös pénzből fogjuk kifizetni. Arra pedig, hogy Hol, mihez nyúlnak hozzá? Nyilván a mi vagyonunkhoz. Vagy a mi honnan ha onnan ki tudja, megszorításokból, az adókból, vagy további vagyonok lenyúlásából. Nyilván ebből fogja. Azt, hogy ezt a segélyeket fogja csökkenteni, vagy a nyugdíjakat fognak csökkenteni, vagy ingatlan az ingatlanok után fog adót kivetni, vagy más módon fogja lerabolni. Hát ki gondolhatott arra, hogy el fog venni 3000 milliárd nyugdíj megtakarítást? Minden szabályunk a magyar alaptörvény ebbe a pillanatban is tiltja. Elképzelhetetlenek tartja, de elvette. És a Magyar Alkotmánybíróság ennek kapcsán nem tesz semmit, mert szerintem jogig az emberekből áll. És csak ezért az egy tétel él, hogy az Magyar Alkotmánybíróság hagyta és hagyja, hogy az Orbáni rendszer 3000 milliárdnyi magánvagyont egyszerűen elvett. Egy ígéretre vette el, hogy Orbán ezt majd vissza fogja adni, de már nincs róla szó, és az Alkotmánybíróság nem vette magához az ügyet hogy akkor hát annak idején azért engedtem meg, mert megígérted, hogy visszaadod, most látom, hogy nem adom, ezért meg, hogy is visszamenőleg döntök róla, hogy ezt meg kell semmisíteni, és ki kell fizetni. A Német Alkotmánybíróság a német költségvetésben Németország a német alaptörvényekkel szemben lépegettet, hogy ki tudja mutatni, hogy a költségvetés ilyen egyensúlyban van, és ezt hogyan tudja megoldani iszonyatos problémát okozott most 2024-ben a német kormány számára, hogy az alkotmánybíróság azt mondja, hogy nem csalhatsz a költségvetésre. Ha egyszer azt mondta ki a mi alaptörvényünk, alkotmányunk, hogy nem lehetsz, nem kerülhetsz negatív helyzetbe bizonyos pozíciót meghaladóan a költségvetésbe, akkor te ezt nem teheted ki az adósságot, mintha az magánadóság lenne, nem csalhatsz és a német kormánynak nagyon nehéz megoldásokat kellett találni, mert az alkotmánybíróság rákényszerítette a kormányt a legnehezebb körésekre is. Az alkotmánybíróságnak nem az a feladata, hogy a 3000 milliárdot, amit őt elraboltak a magyar nyugdíj megtakarításba az Orbáni rendszer, és ma a Matthias Corvinus kollégiumban van, a saját uh, elit képzőjében, párt, pártfunkcionálisok képzésében van, ott, 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 van a jelentős része elhelyezve. Nem az a dolga az hogy miből fogja az Orbáni rendszer visszafizetni, hanem azt kell mondani, hogy elraboltad, nem adtad vissza, add vissza a kamatostól és utána az Orbáni rendszer majd meglátjuk, hogy mit csinál, és esetleg olyan döntéseket kell hozni, amire végre fölébred a magyar társadalom, és nem fog, nem fog róla, hogy issek, nem, nem fogja megszavazni ezt a gazembert és a bandáját. Több Olga mondja, a jövő héten utazik Orbán Olaszországba Melónihoz, valójában alkodozni akar-e? Nem tud alkodozni, megszületett a döntés. Nyilván akar vele valamilyen arcventő, vagy valamilyen megállapodásokat, vagy bármit kötni, de ugye hívják, de ebben a pillanatban én úgy láttam, hogy megszületett a döntés, és ez a döntés azt is mutatta, hogy a Melóni által vezetett szélső budai frakcióban, olyan nagy volna a kilépési arány, és a ami annak a frakciónak akár a létét is veszélyezteti, mert a frakció szabályok szerint az is meg kell, meg kell, lenni, hogy legalább hány képviselőnek kell lenni, de legalább hány országból, tagországból. És ha több tagországnak, a Beloni frakcióban tartozó pártja kilép, akkor esetleg aláesik ennek, az, ennek a számnak, és abban a pillanatban megszűnne Melóni frakciója. Tehát biztos, hogy, hogy akar alkudozni, Orbán akar valamilyen e, e, megoldást tenni, de úgy gondolom, hogy e, úgy gondolom, hogy nem fog sikerülni. Pap Elzsébet kérdezi, hogy Mákizaj Péter beadta az, én, én általam javasolt félelem kettő kampány érvénytelenítését, mert többi e, ellenzéki nem tert meg most azt elutasították, igen, a Nemzeti Választási Bizottság, de erről megmutattam, hogy nem csak elutasította, hanem az össze, de, és nem csak arról szólt, hogy a parlamenti ellenzéki pártjaink ezt nem adták be, ami számomra megmagyarázhatatlan a egészében, hanem a elutasítását a Nemzeti Választási Bizottsággal meg is szavazták. Az ellenzéki pártok képviselői felkét megbizottsága a választás bizottságban. Ez megmagyarázhatatlan, de erről ma hosszabban beszéltünk. A kúria egy formai okra hivatkozva el. Ennek kapcsán fölírnám a figyelmeteket, hogy holnap után szombaton egy nagyon részletes elemzés. Egyébként nevekkel együtt. Nagyon részletes elemzés sem fog erről megjelenni a népszavában. A papír alapon ezt már szombaton elolvashatjátok, az online felületen népszava archívumban pedig vasárnap délután szokott általában megjelenni az előző napi szám. Az részében ott ezt nagyon erősen kifejtem, ott bemutatom azt is, hogy az a kúria és azok a kúriai pírók, azok, az, azok a demokráciák elképzelhetetlenek. Tehát egészen az a döntés, amit a Kúria hozott, hogy elutasította formai okokról, nem akarom túlragozni ma. Az Európai Unió joga megelőzi a tagország jogot. Az Európai Unió joga fölött az Európai Unió bírósága gyakorolja a megoldást. Az Európai Unió bírósága a precedens jog, ha valamit kimond, az a nemzeti tagállami jogot fölülbírálja. A, az egészében azt kell alkalmazni elsődlegesen az Európai Unió Bírósága egyértelműen kimondta, hogy az állam és az állam hatóságaival szemben van a kúria előtt a bíróság előtt bármilyen eljárás, az formai hibákra nem lehet elutasítani. Ez ilyen egyszerű. A kúria elnéke, a kúriának az illetékes tanács, vagy nem tanácsa nem. majd, itt tudom én, kik hozták, majd ennek részletesebben utána fogunk járni, megbuknának a magyar, az elte jogi karám, biztosan megbuknának, de egyébként azt gondolom, hogy egy, 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 egy az önkényi rendszer rendszert kiszolgáló e, e, lakályok, ha úgy teszik, nem törtik be a ló, e, kúria személy, és végtelenül, végtelenül gyáva nyulak és ezt is majd egy kicsit később ebben részletesen fogom magyarázni. Amikor egy ügyvédre próbálják rá, rányomni, hogy ők nem tudnak érdemben vitatkozni a beadványjal, ezért egy formajokra hivatkozva azt mondják, hogy beadó ügyvéd rontott el valamit, ez a gyávasságnak már tényleg olyan foka, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan az érintettek oldaláról. Ti már Imre kérdez, mi a helyzet a választott bizottsághoz beadott kifogásokkal. Hát ugye egyet tudtunk beadni, mert az ellenzék többi pártjai nem adták be. Szeretném hozzátenni, hogy a Tisza párt sem adta be. Ővelük is felvettem a kapcsolatot, ők is úgy döntöttek, hogy nem adták be. A mindenki Magyarország néppárt beadta. Azt az Nemzeti bizottság elutasította, az elutasítást támogatták az ellenzéki pártok delegált szavazati joggal lévő képviselői, a kúria is elutasította, és innentől a következő lépés az Európai Unió Bizottsága, illetve azon keresztül az Európai Unió Bírósága. Radó, Márta kérdezem, mit szólok ahhoz, hogy kastélyokat mégis székosztják maguk között meg kellene szabadulnunk a bűnszervezettől, ez a bűnszervezet kifosztja a magyar társadalmat, a kulturális értékeinket, és minden mást is, de ezek a kasélyok legalább visszavehetőek lesznek, ha egyszer a magyar társadalom fölébred. Kálosi Miklós kérdezi, hogy én reális, hogy azt mondja, hogy ön reálisan látja, és adja tovább úriemberekhez méltóan, nem tudom én mit, de akik önt nem hallgatják, nincsenek ezen az értelmi szinten, aki önt hallgatja, az elborzadva nézik ki a, néz ki a fejéből, kiszavazott megint a hóhéraira, a tolvaj Hát igen, ebben a más szavakkal is, tehát ezt erősen végigjártuk. Nadrainé Markit kérdezi, hogy milyen súlyú büntetés jár egy ilyen nagy vagyont eltulajdonító tettér. Nem tudom, melyik nagy vagyon eltulajdonításáról vonatkozik a kérdés. De azt, amit az Orbáni rendszer a NER eltulajdott a magyar vagyonokból, azért bizony, ha jól emlékszem, akkor a legmagasabb büntetési tétel, talán 15 év, az év véleményem szerint 20-at is kéne adni, meg hát teljes vagyonelkobzás. De ebben tévedhetek, jogelmérte foglalkozom, hogy konkrétan most a vagyon elleni büntet, mi a legmagasabb büntetés, ezt nem tudom. De egyébként nyilván ezt össze lehetne kötni a büntető törvénykönyv bizonyos szabályaival is. És ott bizony már a, 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 a bűnszervezetben elkövetett nagyértékű, vagyoni és egyébként szerintem a hazárulás szintjét is befolyásoló, de a gyerekek veszélyeztetését, a háborús uszítást is magába foglalt. Tehát annyi bűn követett el Orbán Viktor és a NEL szervezete, hogy hát szerintem összerakható lenne egy váltás esetén az életfogytiglan tartó szabadságvesztés is. Hát ha ebbe még beleteszem azt is, hogy a mintegy 30 ezer állampolgár halt meg a NER a Orbán Viktor és rendszerének a tudatos, kirabló tevékenysége kapcsán, a mulasztásai kapcsán a Covid-járvány idején egy középvárosi nagyságrendi ember itt élhetne a közöttünk, akkor egészen biztos vagyok abban, hogy összességében a tényleges élet vagy a tényleges életfolytiglan is egy megalapozható, megalapozható döntés lenne, Szilágyi László kérdezi, hogy, vagy mondja, hogy azt gondolom, akik rendszeresen nézzük, hallgatjuk a, hallgatják, az én, hallgatják az én harcomat, ő, önök meg vannak győződve az én igazamról, azonban azokhoz is el kellene jutni, akik csak is kizárólag a királyi tévéből, vagy a szószékekről kapják az igét. Kérdés, hogy hogyan? Hát, el kell szomorítanom Lászlót. Legyen, ugye úgy láttam, hogy ebben a pillanatban ez az utolsó függé, függésben lévő kérdés, amit meg kell válaszolnom. El kell szomorítanom, hogy egyik oldalon nagyon sokat beszéltünk arról, hogy már nincs köztelevíziónk, ami bűncselekmény egyébként, ahogy működtetik, jogszabályt is, a médiatörvényt is érti, de egyéb megközelítésében a büntetőjog Területeit is sérti a közszolgálati televízió, távirati és a kapcsolt kosutrágy és a kapcsolt szervei, mert egy bűnszervezet, kifejezett támogatói, tehát hogy ott vannak benne a híresztelésnek is a támogatói. Megjegyzem, a büntető törvénykönyvbe ütköznek akkor is, hogyha valami olyan rágalmakat valaki nagy nyilvánosság elé kivisz, amelyek valótlanok, amiről egyébként tudniuk is kell, hogy nyilvánvalóan valótlanok, ez a háborús úszítás, akár a 2022-es választás kapcsán az, hogy háborúba akarja vinni az ellenzék a e, 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 Ukrajna oldalán, magyarokat, hogy a kötelező katonai szolgáltatót is azonnal bevezetik, stb. stb. ezekről nyilvánvalóan tudták, hiszen hamisított hírt hamisítottak annak érdekében, hogy ehhez kommentárokat fűszessenek, véletlenül nem lehet hírt hamisítani, nem lehet olyan kivágást csinálni, ami előtti mondatrész egészen megfordított tartalmat jelentene, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők a bűnszervezetet támogató, rágalmakban nagy nyilvánosságot végül dolgot, ezek a kér büntetőt is ütközhető lennének. Ez a NER komp, e, saját, e, Orbán Viktor saját propaganda sajtója, bűnszervezetnek a saját lakája és propaganda sajtója. Amire úgy gondolom, hogy előbb-utóbb majd beszélnünk kell róla, az az úgynevezett független újságok, a független média és én most nem arról szeretnék beszélni, amit Magyar Péter mondott az ATV-ről, mert egyébként az tényszerű, hogy a tulajdonosan erre elkötelezettje. De ebben a pillanatban a legtöbb műsoruk nem mindegyik, ott vannak egyébként a NER beépített műsorai is, de a legtöbb műsora arról azt gondolom, hogy ebben a pillanatban viszonylag kollátlan megszólott, tehát nem korlátozzák, hanem élő adásokban, egyenes beszédben, az aktuálban, valóban ellenzéki politikusokat hívnak be, és élő adásról lévén szó, tényleg szabadon fejthetik ki a véleményüket, tehát léte, létező, de ott van a klubrádió, az teljesen független az én megítésem szerint, de ott vannak azok a e, 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 ott van a népszavai, kiíróztan is megjelenik, de ott vannak azok a nagy, nagy és nagy figyelemmel kísért e, 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 online felületek, mint a 24.hu, az átlátszó, a 444. Tehát, hogy mondjuk egy olyan, amiről azért az a köztudott arról beszélgetünk, hogy ezek egy független emberek. Na most ugye beszélgethettünk arról is, ugye, meg itt mondom, hogy Hát itt az el parlamenti ellenzéki pártok delegátjairól beszélünk, akik a Nemzeti Választási Bizottságban tényleg ellenzéki pozícióban voltak ott, és minden további nélkül kiszolgálták az Orbáni rendszert a szavazátaikon. De az előbb elmondott, az előbb elmondott, és mondjuk tényleg független az RTL klub. De hát tessék nekem választani arra, hogy Ezeknek a valamennyi hírportál, akit fősorolta. Valamennyi hírportál. Folyamatosan figyeli, figyelte az elmúlt héten a választási nemzeti választási bizottság tevékenységét. Hát ha 200 alkalommal nem beszéltek arról, hogy. Ki milyen beadványt adott Karácsony Gergely, és mit adott Vitézi Dávid, és ennek kapcsán milyen szavazatok, milyen eredményeként, milyen újra számlálások történtek, most éppen hány szavazattal kivezet, ki még mi, mit támadott meg ennek a körzetében? melyik oldalon, több száz, több száz híradásról beszélünk, az előbbi felsoroltakról. Tessék nekem elküldeni a. 24.hu-nak, az RTL Klubnak, akár az ATV-nek, akár ahogy is hívják, e, e, akár az Átlátszónak, stb. azt a híradását, amelyikben beszélnek arról, hogy a mindenki Magyarország néppárt beadványjal élt a Nemzeti Választási Bizottságnál annak érdekében, hogy semmisítsék meg a csalással megszerzett 11 mandátumát a Fidesz-KDNP listának. Én egyetlen egyel se találkoztam. A klubrádióban tudtam beszélni, e e e e beszélni róla, és, és, és egy rövid beszélgetésem volt, e ahol ezt érintőlegesen érinteni tudtam e e a az ATV egyenes, egyenes, beszédében, és ugye a népszavába tudtam róla írni. De ahol saját maguktól, erről a téről hírt adtak volna, hogy a mindenki Magyarország néppárt a Nemzeti Választási Bizottságnál kezdeményezte a fidesz KDMB 11 mandátumának a megsemmisítését. A politikai súlyát tekintem, ez a Vitézi Dávid és Karácsony Gergely vitája, amiről több száz beadvány volt, annak a húszszorosa. És egyetlen egy alkalmas meg szeretném elmondani, hogy sajtóközlebét valamennyien megkapták tőlem róla. Nem adtak hírt róla. Arról sem adtak hírt, hogy ezek a rendkívül e, e, szimpatikus delegáltak egyébként a saját ellenzéki politikai pártjuknak, a beadványának a megsemmisítése, tehát elutasítása mellett szavaztak. Tessék, majd mutatni bármelyikről, hogy erről beszélt volna. Aztán arról bármelyikről, akiről beszéltünk, ezekre az úgymond ellenzék és független hogy ez elment a kúria elé. Ez a dolog, hogy elment a kúria elé, ez ennek a súly, súlya már szeres. Egyik sem írt róla, az én tudomásom szerint, de bárki elküldheti tőletek, hogy tévedek, valamelyik adott róla hírt, vagy főleg, hogy elemezte, hogy ott mit történt. Majd, hogy bármelyikben megjelent volna, hogy a kúria formai okokra elutasította. Aztán, hogy bármelyikük fölemelte volna a szavát amel, azzal szemben, tehát nem csak a delegáltak, hanem bármelyik. E, 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 bármelyik média ellenzéki, vagy független média szereplő beszélt volna arról, hogy értetlenkedik, hogy hogy, hogy a választási eredményt és magát a választást az ellenzéki parlamenti pártok delegátjai megszavazták, hogy az ott minden rendben volt. Hát tessék már megmondani, hogy hol olvastatok róla? Felszólalásokat, elemzéseket, hogy ez hogyan történhetett meg? hogy ezek az emberek annak ellenére, hogy a vezet, az adott pártok vezetői a kampányban és mindenhol százszor elmondták, hogy ez csalással megszerzett, megrendezett választás, és hogy úszítás, és a gyermekeink veszélyeztetése. Ennek ellenére a képviselőik megszavazták a választási végeredményt, hogy az úgy teljesen rendben van. Melyikből adhatunk? Nem az a lényeg, hogy Palotás János megkérdezték Ugye, mert ez a kérdés, hogy hogyan jutnak el, ez a záró kérdés, hogy hogyan jutnak el ezek a információk szélesebb körbe. Nem Palotás Jánosról nem adtak hírt. Aznak nem tudom mi az oka, egyikkel sem tudok róla, hogy bármilyen módon összeveztem volna. De az lényegtelen. Nem adtak hírt arról, hogy az ellenzéki politikai pártok, Szavazat a Nemzeti Választási Bizottságban első fokon is, és utána ugye egyikőjük sem adott be kifogást ezzel szemben, mint Delelszi pár a kurjával, meghozta azt a döntést, hogy rendben volt a 2024. június 9 i választás önkormányzati is és az Európai Parlamenti választás is ország, ez a kampány úgy, ahogy meg volt rendezve, ez teljesen rendben volt. Egyikőjük sem a Ennek a súlya, hogy jóvá hagyták az ellenzéki politikai pártok ezt a kampányt, ez százszorosa annak, hogy Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között mi a vita van. És hát ott volt a 398 2024-es Nemzeti Választási Bizottságnak, ott volt a szavazata, eh, szavazása, ahol ezek az ellenzéki pártok megszavazták. Itt van a kép. Megszavazták. Ott vannak, odaírtam mellé, hogy a párbeszéd képviselője is igen, ez szavadott a momentum és -e a mi hazánk mozga, az MSP is, ugyanígy szavaztak a, azt, hogy jóvá hagyták a választási eredményt, és itt ugyanígy mutatja, hogy itt szavaztak, amik a, a mindenki Magyarország néppártnak a szavazásának az elutálására. Én számomra ez megmagyarázhatatlan, de egyik ellenzéki média sem vetette föl. Az egyiket sem. És számomra megmagyarázhatatlan. Ugyanúgy megmagyarázhatatlan, és ugyanúgy magyarázatot igényel. És az, hogy ezek az emberek ezt megszavazták, erre mutattok, tekintettem egy ilyet, nem tudom, hogy ez mennyire látható most, de megpróbálom egy kicsit jobban ide kiemelni, hogy Orbán Viktor ezek után, a szavazás után nyugodtan mondhatta, hogy enyém az ország, megszavazták, hogy a választáson Tisztességes választási kampányjal és szavazással lettem a legerősebben megtámogatott politikai párt, mind az önkormányzatokban, mint a többi helyen. Enyém az ország, mondta Orbán Viktor, megszavazták. Tehát én azt gondolom, hogy ez valami rettenetes. És ezekre az ellenzéki, tehát mondom, nem az a kérdés, hogy én ki tudom-e fejteni náluk a véleményemet hanem tőlük is meg fog kelleni kérdezni. Őket is vitára kell hozni a képviselőiket, hogy, hogy hogy, ez nem okozott nekik problémát. Mikor folyamatosan minden nap hírtattak a Nemzeti Választási Bizottság dolgairól, akár arról, hogy melyik kisvárosba ki mit támadott meg, de hogy megszavazták a választási eredményt az ellenzéki politikai pártok képviselői, arról nem adtak ki. Hát úgyhogy ezt szeretném, ezt mindenképpen akartam nektek mondani. Ukrajnáról fogunk beszélni, Izrael háború, igen, ők azok a személyek, akik hatalmon tartják Orbán Viktort, és korábbi következő hetekben minden egyes megjelenésemben ezután fogjátok látni ezt az oldalt, mindaddig, amíg nem kapunk erre a szavazásra a magyarázatot, hogy ők viszont azok, akik magyarázattal tartoznak, ők is, és a delegátó pártjaik is arról, hogy megszavazták ezt a választást. Továbbra is igaz, hogy ők azok a személyek, akikre figyeljetek oda, akiknek a mondataival szemben olyan kérdést, mint az előbb mondtam, nem lehet feltenni, mert mindig a demokrácia és a szakmaiság elve szerint nyilatkoznak, én is feltétlenül őket teszem. Hát elékeztünk az adás végéhez, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, köszönöm szépen az aktivitásotokat is, és hát egy nagyon forró hétvége következik, de most nem csak a politika szempontjából, hanem az időjárás szempontjából is. De hát érezzétek jól magatokat, ha tehetitek, akkor meneküljetek a forróság elől, és amikor lehet, akkor próbáljatok meg lehűsíteni magatokat valahol, ha tudtok menni szabadságra, akkor pihenjetek. De egy szép hétvégét kívánok, és ismét felhívom a figyelmet, hogy szombat reggel, aki szereti az újságot és az izegő papírt, az menjen a közeli bármelyik élelmiszer nagyobb boldva, Ósönbe, vagy, vagy akár a magyar cba is, tehát ezek ugyanúgy a Penny Marketbe, vagy a Aldiba, vagy a Didlübe, ott mindig szombaton reggel megjelenik a népszava, Kérem, hogy olvassátok el, mert erről nagyon sokat fogunk beszélni. Ha nem, akkor vasárnap délután pedig a Népszava archívumában szerzőpalotás János szép szóval megtaláljátok a szombaton megjelenő írás, meg az összes korábbit is. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, ha gondoljátok, hogy ezek fontos mondatok voltak a mai másfél óra, vagy kicsivel több is, akkor osszátok meg, ha még nem tettétek, akkor kövessétek az óra, mert minél többen követitek, annál könnyebben, annál nehezebb lesz megválaszolni a 444-nek, a 24.hu-nak, a megszüntetett Népszabadság újság az RTL Klubnak is, és a többieknek is, hogy Miért is nem beszélnek azokról a témákról? Nem, engem miért nem szólaltatnak meg. Miért nem beszélnek azokról a témákról, amit ezen az oldalon láttok? De ahhoz a 75 ezer támogató, ami egy fantasztikus dolog követő, de ehhez kevés. Ha ez 150 ezer vagy 200 ezer lesz, akkor nem, nem, nem tehetik meg, hogy ne foglalkozzanak azzal, ami itt a palotás szubjektív oldalon vagy a palotás János YouTube csatornáján megjelenik. Úgyhogy kövessétek, illetve a Youtube-on pedig iratkozzatok föl a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, további szép estét és egy szép hétvégét kívánok!